Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek szerencsén a Bocska István katolikus gimnáziumban március 11-én reggel. A lelki percek után Szarvas Péter római katolikus plébános mondott beszédet. Az atya szólt arról, hogy a szabadság boldoggá tesz és megadja a léleknek a biztonságát, amit Isten nélkül nem lehet megélni. Elhangzott az is, hogy a szabadságot fegyverekkel kierőszakolni nem lehet, de védekezni lehet ellen. Az atya felhívta a figyelmet arra, hogy a márciusi ifjak lelkesítőek voltak, hiszen nagyon vágytak a szabadságra. Hozzátette, hogy ők voltak azok az ifjak, akik el tudták indítani a szabadság iránti vágyat, de nem a szabadosságot. A függetlenséget csak a józanész határain belül lehet valóra váltani, ami minden embernek a joga, és azt maradéktalanul minden népnek tiszteletben kell tartania. Szarvas Péter kiemelte, hogy fegyverekkel semmit nem lehet megoldani, annak használata mindig fájdalmat okoz. Most testközelből is láthatjuk azt, hogy mivé válhat a világ, hiszen Ukrajnából folyamatosan érkeznek a háború elől menekülők. Az atya köszönetet mondott a pedagógusoknak és a diákoknak az adományok összegyűjtéséért. A márciusi ifjak legyenek példaképek a mai fiataloknak, emelte ki Szarvas Péter plébános. Ezután a diákok adtak színvonalas műsort. A tanulók korhű ruhába öltözve korabeli szövegekkel idézték meg a 174 évvel ezelőtti eseményeket. Csaták tere benne, a szabadság oltárához álljunk térdemel. Templom lett az égból, csaták tere benne, a szabadság oltárához álljunk térdemel. A műsort követően átvonultak az intézmény mellett lévő Kossuth Lajos emléktáblájához, ahol koszorút helyezett el a szerencsi önkormányzat, illetve a gimnázium képviselői.